Na, üdvözlet mindenkinek, sziasztok! Gondoltam akkor már harma, itt vagyok a faházban, akkor innen videózom, mert úgy gondoltam, hogy innen jobb lesz, most eljöttem ide vlogolni, most én rájövök erre a kis fára, de ez mozog, ez így dalömbél, és azért nem ültem oda lejjebb, mert akkor már nagyon távolabbi a helyzet. Múlt hét óta, hogy elküldtük az egyik, ha nem ezt a kabátot, vagy egy másik kabát, elküldtem javításra. Nem olyan régen lett kész, körülbelül egy 5 másodperccel értem haza. Aztán gondoltam, akkor lejövök ide, és akkor itt vlogolok egy kicsit. Tehát csinálok egy kis röpke, apró kis videót. Úgy gondoltam, hogy jó, hogyha vlogolhatunk, és így el vagyunk. Most tök jó minden, úgyhogy a mai nap az így alakul. Kajvágás, meg egyébként lesznek. Meg is kell borotválkozom, tehát azért azt muszáj borotvált, azt muszáj ott venni. Igen, olcsó borotvált vettem, jó? Na. Aztán gondoltam, hogy egy kicsit lejövök már majd kövülni belőle egy kis fát, hogy megszáradjanak a kimosott ruhák, meg hamarabb megszáradjanak a kabát, mert azt is ki kell egy kicsit tisztítani. Aztán most itt nézem, hogy azért valamennyire csináltam helyet. Soknak tűnik ez a fa, de mégse annyira. Tehát ez szerintem egy ilyen mindennapos tüzelésre már az elég szépen fogyna, így is azért nagyjából fogyogat. És mit tudok még mondani? Amit azt tudom mondani, hogy üdvözlet mindenkinek. A Urban Gergő mobil blog videóját néztem, amit feltöltött. Érdekes akcióba kezdett. Igazából ennyi a véleményem. Róla nem is beszéltem, de nem is találkoztunk, nem tudom, hogy mi a vele, gondolom, hogy jól el van, tehát amit láttátok, biztos ti is a videót. Ő most nyomozót itt játszik, úgyhogy ennyi. Az Oléval tegnap találkoztunk, vele majd lesznek biztos videók, tehát egyelőre nem beszéltünk ilyen dolgokról, nem is nagyon szoktunk nagyon a videózással foglalkozni, mármint ilyen közös projekteket nem nagyon kezdtünk még el, majd ha úgy alakul, akkor biztos, hogy tudni fogtok róla. Az idei év, ugye november van már, november közepe, és jön a december, tehát jön az új év majd, hogy jövőre mi lesz, azt egyelőre nem tudom, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mi várható, alakul a jövő év valahogy. Úgyhogy örülök neki, hogy 1000 fölötti feliratkozás van, nagyon szépen köszönöm. Nem is gondoltam volna, hogy megvan az 1000, több mint 1000. 1020, ha jól tudom, remélem, hogy meg is marad ez az 1000 feliratkozó. Úgyhogy tök jó. Az idei év az érdekesen alakult, rengeteg videót csináltam, már 2007 óta videózom, tehát több mint 2 éve. Úgyhogy közeledünk lassan a 3 évhez, tehát jövő nyáron már harmadik éve lesz majd ez az egész történet, ez ennyi. Igazából nem tudom miért számogatom, de fontosnak tartom, hogy ezt elmondjam mindig egy videóban, vagy majdnem szinte minden videóban. És ennyi. Tehát nagyon sok mindenről nem is tudok úgy dolgoknak mondani, azt tudom mondani, hogy ez így tök jó dolog. És hát igazából újabb és újabb dolgok jöttek a YouTube életébe. Ugye most be kell állítani, hogy ha gyerekeknek csinálod a videózást, akkor nem kapsz pénzt semmiért. Tehát se reklám, semmilyen bevételt nem tudsz kapni, és a 18 év fölötti korosztálynak csinálod a videókat, vagy kisgyerekeknek, de ha nem kisgyerekeknek gyártod, és nem akarod 18 év fölé tolni a korhatárt, akkor automatikusan bevételt fogsz tudni szerezni. Nem kell megijedni, tehát azok, akik ezt megcsinálják, nem kell félni. Tehát azért, de ez jó, mert így legalább akkor nem lesz annyi ilyen nagyon fiatal kisgyerek, akik így szeretnének olyan videókat is nézni, ami nem nekik való. Tehát jó, hogyha az én videóimat nem nézik a kisgyerekek. És azért ez jó, hogy így kiszűrték, és így megcsinálták, és összehozták, mert ez egy jó dolog. Igaz, hogy meglepődtem rajta, ahogy kaptam üzenetet, mondom, mi a fele, mondom, megint változás van, mondom, megint új törvény, meg új behozás. Mindenképp meg kell ezt csinálni, tehát automatikusan mindenkinek kötelező állítani, hogy kisgyerekeknek, vagy nem kisgyerekeknek gyártja a tartalmat. Mert ha kisgyerekeknek gyártod, ugye nem lesz bevételet, tehát akkor a kisgyerekekből nem lehet megélni. Meg amúgy is az, aki abban élt, az milyen már ugye
meg ezek a gameplay videók, amiket csinálnak. Én mondjuk nem csinálok ilyen videókat, mert nem is akarok, mert nem is fogok, nem is terveztem soha. Ez baromságnak tartottam, hogy a kisgyerekeket ennyire bevonzotta. Ugye Herbie beszélt arról, hogy a kisgyerekek baszták el a Facebookot, meg a YouTube-ot. Meg most már lassan az Instagramot is, de mondjuk az Instagramon annyira nem tudom mennyire aktivitás van, hogy nagyon nem követek nagy videósokat vagy bárkiket. Én is fel vagyok az Instagramon, tehát a leírásban meg fogod találni. És igen, nagyon-nagyon érdekes, hogy a kisgyerekek olyan videókat is nézhetnek, ami nem nekik való. Tehát ne nézzenek olyan videót, amiben azt mondom, hogy bazd meg, meg bassza meg, meg a kurva életbe, meg rohadjon meg a világ, meg mi a faszom volt ez már megint, bazd meg. Mert ugye ez azért mégiscsak nem nekik való, hanem annak a korosztálynak, aki idősebb sokkal, mint a 10-11-12-13-14 éves korosztálynál sokkal több, aki 18 fölötti, vagy aki most lesz 18 éves. Már a kisgyerekek is ugyanúgy káromkodnak, tehát egy ez hihetetlen, meg hát a szülőktől is eltanulják a csúnya beszédet, meg azért sok olyan érdekességet találsz a neten, amit igazából nem is értesz, hogy kisgyerekek cigarettáznak, isznak, és hogy erre vannak nagy részük nevelve, hogy igyanak is egyeneket. Tehát el van baszva a világ. Nem bazd meg. Hát de bazd meg, el van baszva a világ. Most nézem, hogy itt van egy fadarab. Ne nézz alá. Mit keresel itt? Valahogy ide repültél, igaz? Ja, hogy te ilyen széles fa vagy. Aha. Na, bűnjél csak oda valahova. Hova? Na, menj el arra. Azt a mindenit. Láttátok, miatt bukfencük? Ja, ti nem láttátok, mert csak így lebukfencet. Aztán ennyi. De jó, ezen az egy darab, nem is egy darab, hanem ezen a fél izén ülni. Kicsit súlya van, ezen ülni, mert ez nagyon komoly, tehát így ingadozik. Ingadozik, mint a mai fiatal kor, meg a mai gyerekek felfogása. Tehát nagyon sok kisgyerek csinál olyan dolgot, amit nem kéne. Tehát YouTube-on olyan videókat nézzenek a fiatal gyerekek, ami nekik van. Tehát ilyen meséket meg gyereket nézhetnek, csak ugye abból, akik abból élnek, azok nem kaptak pénzt. Ez most azért van, mert így legalább kiszűrik azt a sok kisgyereket, akik olyan videókat néznek, ami nem nekik való. Tehát most például olyan videót, amiben csúnyán beszélnek, nem nekik való. Meg hát jó. Meg akik a kisgyerekekből élnek, és az is milyen már, nem? Tehát mi van? Tehát direkt olyan tartalmat gyártanak nagyon sokan, hogy kisgyerekek nézzék. Meg ez a rengeteg kamu profil. Tehát miért engedélyezik ezt a rengeteg újra és újra regisztráció lehetőséget? Tehát miért engedik, hogy regisztráljanak folyamatosan újra és újra emberek? Tehát egyszerre engedjék, hogy regisztrálhassanak saját névvel, saját adatokkal, hogy mennyi idős, meg egyenek. Tehát leginkább az ilyen 18 év alattiak ne nagyon regisztrálhassanak. Maximum mondjuk úgy, hogy a 14 éves kor fölöttiek regisztrálhatnak, a 14 alatti fiatal gyerekek ne regisztrálhassanak, meg egyszer regisztrálhassanak, ne legyen 8 millió profilja valakinek, meg 2500 profilja, meg 60 millió profilja, mert mi a fasznak? Meg akkor beírnak fasságokat, meg gyártogatnak mindenféle szart, meg annyiféle érdeket, tehát egyszer regisztrálhass. Egyszer. Többször nem regisztrálhatsz, mert azt automatikusan tiltja. Meg azt kellene behozni, hogy töröljék azt, aki több profil legyárt. Meg szerintem azért a YouTube is észreveszi, hogy mennyi kamu profil van, és mennyi ilyen semmit érő profil van, akik csak azért kreálnak olyan neveket, beírnak, hogy atyavilág, és akkor van baromság, hogy beír egy adott videóshoz, meg kötözködik, meg tehát ezeket mind ki lehetne szűrni azzal, hogy ezeket az úgynevezett kitalált profilokat ellenőrzik. És szerintem sokkal jobb volna, hogyha ezeket a profilokat így megszüntetnék, és nem tudnának regisztrálni 8 milliószor, és akkor nem lenne az, hogy széttudolják a youtubereknek a live-jait, meg a videók alatti, tehát 8 millió profilból leírom ugyanazt, csak kicsit átkreálom, hogy azért nehogy észrevegyék, hogy ugyanaz az ember írja, mert van, aki egy ember megcsinál 8 millió profilt. Minek? Nem? Na mindegy. Ennyi ez az érdekesség. Itt is van egy kis darab. Ez nem is olyan kis darab. Áú, ez jó megszólt a tüske. Na jó van.
Ez megszűnt. De minek nyúltam oda? Most ez egy kérdés, ugye, hogy miért nyúltam ide? Ja. Nem tudom, miért nyúltam oda amúgy, de ez érdekes, hogy oda nyúltam, hogy na most akkor azt eldobom onnan. És így ilyenek vannak. Meg a bárányfeltők. Hát majd így néha-néha úgy azért úgy videózgatom, hogy legyen időm. Hát holnapi nap folyamán nem lesz időm, mert esküvőre kell menni, tehát meghívtak esküvőre. Na, majd beszámoló videó lesz, lehet róla, nem tudom, de nem akarok olyanokat mondani, amit nem biztos, hogy be tudok tartani, hogy milyen videók várjatok, ilyen vlog videók és minél hosszabb videók, és amivel így össze sűrítjük a dolgokat, és így lesznek dolgok. Tehát nem azt mondom, hogy most én itt egyben fogok ülni, és akkor egész nap csak így mondom, hanem közben én itt mocorogni fogok, meg jönni, menni, mert én azért az a típus vagyok, aki mozgékony ember, és mozgékonyság az jó dolog. A sport is jó. Tehát sportolsz, akkor rengeteget kell futnod, rengeteget gyalogolsz, rengeteget sietsz. Mondjuk én nem szoktam sietni, mert hol? Kinek? Mi ez? Miért? Meg merre? Tehát én nem akarok sietni. Közben így csinálom a dolgomat, úgyhogy nehogy aztán olyat húzzak le, amit nem akarok. Azt nézem, hogy ilyen darabokat kellene, csak az, hogy pont olyan darabok vannak, amik pont nem biztos, hogy kellene. De hát ez túlvízés. Mindig vannak ilyen érdekességek. Nem, túl pici. Tehát olyat keresek, ami akkora, hogy pont, jó lesz ez. El tudjam vinni a faházból. Igen, a faházba el tudjam vinni, és rá tudjuk dobni a tűzre. Mert az ilyen jó dolog. Csak az, hogy eljátod, de masszív nagy darab fák azért nem olyan jók. Ezek a kisebbek a jók, az ilyenek. Ezek a jók, mert ezek jó lények, jól tartják a hűt. Ez is túl szélesnek mondható. Ez túl picikény. Ezek is jók. Tényleg le kellett volna hozni a vödröt. Na nézd, nem hoztam le a vödröt. Ó, te fiú! Nem hoztad le a vödröt. Na mindegy, jó. Jó, mindegy. Össze-össze rakosgatom itt a fát, hogy azért legyen itt elvinni, tüzelni, és akkor már ennyi is. Tehát akkor legalább már nincs az a idő pazarlás, hogy én most itt válogatok, hanem akkor már automatikusan olyan fát tudok fölvinni, ami mindjárt rá is kellett a tűznek. Az a baj, hogy ez széles, de ezt semmiképp. Menjél fel! Hogy? Na, nézzük, hogy mi a helyzet. Azt nézem, hogy mit tudunk itt találni, mit tudunk itt olyan fát keresni, ami jó. Na, anya, hát ez is nagyon széles. Közben óvatosabban kéne dobálóznom, mert megindul ez a sor. Mami, nem a soros, hanem a sor. Az milyen, mami? Soros terv. Soros nokedli szaggatás. Van, aki egy nagy gödrötás. Soros nokedli tás. Tudod, hogy velem vitatkozni nem szabad. Egy kicsit csattog, ahogy oda dobom, de van ez így. Harangvirág, ennyi mint adhatok. Én vagyok, ki mindent elmondhatok. Ja, hát ez ilyen ez a mai nap, ez most ilyen érdekes. Jó, mondjuk a mai nap folyamán több videót akartam volna csinálni, mert elterveztem, hogy mai nap folyamán csinálok videót, de aztán így elgondolok, hogy hoppát, már nem fogok tudni, mert holnapi napon meg menni kell. Jelenés van, és az meg nem jó, ha a mai napon így elmászkálgatunk. Ezt figyeld, mekkora, milyen szép a lángja, a gyere velem bátya. Na, közben itt, gyerekek, pakoljuk a fát. Ide teszem a szélére, és akkor nincs hova. Így sokkal egyszerűbb, hogy ide rakom a szélére, és akkor úgy könnyebb. Na, meg egy pár darab deszkát szerintem lehetne felvenni, és nem sokkal. Hát itt még vannak ilyen kisebb izék. Ezek az ilyenek. Csak ezeket lábbal nem tudod eltudni, ezeket majd fel kell darabolni. Úgyhogy amikor időm engedi, és lesz rá lehetőségem, akkor meg fogom csinálni, és ja, nem lesz volna videó, ahogy itt szenvedek, mert arról videót, hogy én itt fát vágok, ez nem egy kényelmes dolog. Jó lesz ez is, jó lesz ez is. Azért összegyűjtöm a fát, és akkor már, ha lehoztam a vidrat, már nincs gondom vele, mert akkor már csak a vödröt kell lehozom, azt ennyi. Nem? És akkor már csak így
Könnyedén csúszik a jeges medve ott a tengerparton már. A jeges medve a tengerparton mit keres? Ugye, a jeges medve a tengerparton mit keres? Halat. De mi a halat? Finom halat. Na, ezek ilyen apró kalt van itt. Van itt minden, mint a bucsúban. Egy bögre kávé. Hát ja, szeretnek én is téged kávé. Na, gyűhet egy kiló kávé. Ezt ide dobjuk. Ezeket még ide tesszük, és hogy már is könnyebb a dolgunk. Azt nézem, hogy vannak olyanok, amik jók. Nyert dob, nyert, nyert gavarit. Nyert gavarit. Ugye, ahogy tegyek be, vagy nem olyan jó lesz ez. Na, szinte minden megvan. Mint ahogy mondani szoktuk, kicsit izés lett a ezen ragadáncs. Ragadáncsos lett. Úgyhogy ennyi. Úgy látom, hogy itt azért gyülemlik a helyzet magaslata. Ne aggódjatok, titeket nem dobnak meg fával. Én adódok. Fát nem dobáljuk. Tűzre rakjuk. Tűzre tesszük, ilyen apró picikét is van, de ezeket külön rakom. Aztán ennyi, tehát ilyen egyszerű, nem? Ilyen ez a pop sakma. Na, hát azért itt mindjárt jobban néz ki a dolog. Na. Azért pont annyit készítsünk el mindig, hogy elég legyen. Jó, hogyha olyan a szoba, kicsit kisebb a szoba és könnyen befűthető, akkor nincs gond vele, csak nálam azért ugye az én szobámban elég hideg van, amúgy is a mostani hónapokban még eddig nem volt olyan hideg, hogy ne tudjak ott benne aludni, de amikor meg nagyon hideg van, akkor meg nem tudok bent aludni, tehát az én szobám azon gagyi, mert nagyon magasak a falak, amit nem tudok hova tenni, meg hogy miért ilyen magas, tehát kinek építették ezt a nagyon magas falat, meg minek kellett ilyen magas falat, tehát, hogy, mert hogy itt lakott valami költő. Ki lakott? Valaki lakott itt, nem tudom már milyen költő állítóval, de én úgy tudom, hogy nem, tehát baromság az egészet. Ha itt lakott, akkor miért Iézsúval lett az iskola neve, ahol az az illető tanított? Nem az Iézsúval lakott itt, hanem egy másik költő, akinek a nevét adhatták volna az iskolának, ha már itt tanított, nem? Nem tudom, tehát Iézsúval mondjuk nem is itt lakott. Egy ő lakott itt? Már nem tudom, én nem is értek hozzá. Amúgy össze-vissza beszélnek néha ilyen marhaságokat, úgyhogy direkt úgy készülök, hogy mindjárt elszédülök. Na hát ez ilyen, nem? Ennyire egyszerű. De a közben itt meg lehullik, aha, lehullik, mint csillag az égről. És mint a hulló csillag, úgy hullik. Úgy hullik, úgy csattan, úgy robban, úgy koppan. Azt mondja, most jól van. Na, hát ennyire egyszerű, nem? Hogy itt mindig történik az esemény. Meg itt pakolgatsz, jössz, mész, csinálod a dolgodat, ez a jó, amikor így belemozogsz a dolgokba, és akkor már nem is fázol annyira. Mondjuk most nem is fázol, tehát nem mondom azt, hogy hideg van, hogy úristen, hanem azt mondom, hogy jaj, ez kellenes idő még ahhoz, hogy azt mondjam, hogy na jó, van ez nagyon hideg már, nem, de ez az idő még szerintem pont jó ahhoz, hogy azt mondd, hogy el akarsz venni kirándulni, és akkor elmész kirándulni, nem? Ez így szokott lenni. Hogy miért arra fordult a kamera? Nem tudom. Tehát kicsit feljebb, úgy. Hm? Tehát egy sokkal jobb, hogyha ebben az időben mennek kirándulni az emberek. Azt nézegetem még, hogy mit tudok úgy vinni. Van itt ilyen darabka. Hát itt vannak ilyen... Ah, itt egy keresztelőre. Szokkerült ide, azt majd el kell tördelni. Lehúzom a kis fejszét, aztán majd az elvaldosom, meg ebből majd még abdosgatok. Sima deszkalapokat, azokat el lehet. Ezzel most mit csináljuk, ezt is van. Eltördeljük. Ahogy alakul, úgy puffan, úgy robban, úgy durran. Itt vagyok veletek, csak úgy mondom nektek. Oda nézzél, a régi pénz. Oda nézz. Fókuszálj rá. Ennyi. Hát. Tudod? Még ezt is tudod. Na. Ugye? Mindent tudunk, amit tudnunk kell. Azt nézem, hogy nem egyszer, mert nem tudom ezt. Aha, ez a sor illen, aha. Nem olyan lenne ez a sor, mert akkor így legalább tudom, hogy ha mit kell. Jó, de nem amit leborulsz, főleg ez a nagy, ami itt van, mert ez azért üti a témát. Hú, azért ez kimúra minden.
Nem történik semmi. Hú, de ügyes vagyok. Uha, ott azért itt már azért problémák lesznek. Ez a legegyszer. Na, te mondjuk gyere innen. Te mondjuk megy oda. Ott, na. Most majdnem eltaláltuk a telefont, és akkor így bán, összetörik, és akkor nem lesz telefon. A drága telefon nem lesz. Azt meg nem akarjuk, ugye? Én mondjuk nem akarom. Mert jó, ha van telefon. Tű, mennyi fát összetűztettem azt, vigyúzza lecsen. Na, milyen érdekes, ahogy a szívemben van, mit keres. Na. Na most direkt úgy fogom csinálni, hogy én most leülök ide, és akkor innen fogom nektek oktatni a dolgokat. Na, menj oda. Na, ide leülünk egy kicsit, aztán ennyi. Na, ennyire tudtam, itt láttátok, pakolgattam, úgyhogy most így megy ez a gyors pakolgatás ide-oda. Aha! Ez nagyon nagy, ez a fa. Na, te, gurulj le. Na. Hoppá, életveszélyes. Na, te, menj oda! Tot. Na, te milyen bátor vagy, hogy így rákarsz esni a lábomra. Azért ez nem tetszett nekem, ami. Gondolkodtál, mielőtt így megléped ezt a mozdulatot? Oké? Viszont. Most kárnyék, ide legurult, jól van? Tehát megoldottuk a problémát. Na jó, most már leülök. Hát ezt megoldottam, hanem direkt megpiszkáltam a békast, hogy bátor. Nagyon megoldottam itt az összerakását, atya úristen. Mondjuk sorba között volna tenni. Igen, jó. Az a baj, alacsony itt ez a fa, ami jó. Már ez jó, mert alacsony. Ilyen alacsonynak kéne nálunk is lenni a szobának. Hát ez könnyen befűthető lenne amúgy. Amúgy ez egy lakás volt. Valamikor réges-régen. Amikor fiatal kisrác voltam, de régen volt az már. Jó Istenem. Azért találunk itt még aranyát. Na. Nem? Azért így érdekességnek mondható ez az egész. Na, közben itt találunk ilyen, hát te meg vigyázz magadra. És majdnem ráesett megint a lábadra, és hát szerencsére nem, de ha ráesik a lábadra, az meg nem jó, hogy kurvára fáj. Ezek jók lesznek. Hát ez egy fadalban, mindegy. Ha, ez is jó lesz. Most mindent oda az ajtóba teszünk, hogy egyszerű lett volna, ha összegyűjtönnek, tehát egy így van már. Hogy... Na nézd oda, leborul! Azt a leborul a szugatbélyt. Hát így megoldom a problémát, nem? De úgy igazad lesz a lábamra. Mert az egyszerűbb a lábamra esély, igaz? Hogy megsántuljak. Milyen rendes, ugye? Megsántulok. Itt a végén még... Milyen dolog ez? Nem? Milyen dolog ez? Hogy megsántulok, mi? Na, álljon már meg a menet. Mit gondol ez magáról, hogy én meg fogok sántulni? Nem játsszuk ezt a dolgot. Ilyen dolgokat nem játsszuk. Mert amúgy gyűjtögetünk. Tudjátok, mint a mókus a makkot. Nem, mi fát gyűjtögetünk. Na, itt is vannak egy kisebb darabok. Menj oda. Minek dobtam oda? Mindegy. Rendben tartjuk ezt a fázat, ahogy lehet, nem? Direkt olyanokat dobunk oda, ami jó. Ez is jó. Direkt, hogy akkor ma, ha jövünk, akkor csak onnan mondjuk így kikapjuk, az ennyi. Na, jó vissza. Na jó, van mindegy, most itt nagyon össze-visszás lett ez a rész. Megint össze-vissza, dobáltuk.
Megint ott tartunk, ahol az eleje volt. De nem baj. A mai napon nem nagyon megyünk sehová. Nem terveztem volna lépni. Akartam amúgy, de mégsem mentem el. Na mindegy. Azt a mindent. Tehát, hogy így kúr. Na jó van, szerintem ennyi, nem? Hát most mit lehet itt még csinálni? Annyit, amennyit lehetett. Ó, az jó lesz oda. Na, a sarokba bedobáltam, amit majd felviszünk. Amit fel kell majd vinni, de fölünk. Ja, pont fölöttünk van, ugye? Ja, pont fölöttem van az én szobám itt fölül. Nem baj. Na jó van, gyerekek, szerintem én most így sok mindent nem tudok lesz hozzátenni ez a mai naphoz, vagyis hát így a témához. Így lényegében elmondtam mindent. Na, a YouTube-on meg az ilyen kamu, ilyen bolond videósokkal nem kell foglalkozni, ilyen kitalált nevű videósokkal. Csak ezek a kamu föltöltögetések. Ennyi. Na. Most megint megpiszkálom, azt megint leborom az egész. Úgyhogy jobban járok, ha már nem jövök semmi, ez szerintem, mert azért mégiscsak jobb, hogyha minden rendben van és nyugalomban van, nem? Ennyire egyszerű lenne ez a dolog, tehát nem kéne itt ezt a dolgot erőltetni, hogy én most itt bármihez is hozzányúlnék. Nem? Ez azért mégiscsak jobb, hogyha nem piszkálgatom itt a dolgokat, mert megint leborul az egész, azt nézhetjük a dolgokat, hogy ráesik a lábamra, amik erre a cipőre leessen rá, mert azért mégsem egy jó dolog. Ha most összekenytem a nadrágom, mindegy, ennek úgyis minden, hogy ki lesz mosva. Kimossa a gép, vagy kézzel kimossuk ki dőzsőjük, mint a régi időkben. Az asszonyok lementek a patakhoz, mosták a ruhát, na hát akkor tényleg komoly dolgok voltak, amikor patakpartjára lementek és mosták a ruhát. Gyere, Juliska, csak egy csókot, ha leadjak, hogy mi bota vagy, nem ez a... Dehogy megyek, aztán gyere be a nádasba. Hát bement. Mármint a nádasba a Juliska. Mert még mielőtt itt csúnya dolgokra gondolsz, tehát a nádasba ment, megnézték, hogy mi van a nád között. Mármint nem a lába között, hanem a nád között. Úristen, mire gondoltok ti? Gyerekek, patakpartján mosni ruhát, jó dolog. Leg az asszonyoknak, hogy ott a férfi is. Mert hogy vigye a szappant, meg segítsen neki. Dörzsami a ruhát. Jó tudom, érted? De nem kell semmi rosszra gondolni. Na, azért csúnya dolgokra ne gondoljatok, nem szabad. Tehát szép dolgokra gondoljatok. Gyertyafényes vacsora a lát közepén. Az gyertyafényes vacsora a lát közepén. Tök jó. Még nem tudom, most ezt miért mondtam, de biztos jó. Na jó van, tényleg, szerintem ennyi lett. Jó? Na, jó van, majd találkozunk a következő videóban, meg visszajövök szerintem, mert így most minden jó az. Majd jelentkezek videókkal, amikor tudok, hát meg amikor így kedvem támad, hogy vlogolgassak, akkor vlogolgatok. Aztán ennyi. Tehát most ez egy hosszú videónak készült, mert ugye kiírtam szavazásra, hogy szavazzátok meg, hogy mi legyen. Majd én eldöntöm. Nem igaz, nyugi. Szavazzatok nyugodtan, úgyis tudom, hogy ilyen össze-vissza szavazás lesz. Nem? Majd ahogy alakul, tehát mindig valahogy jön ez magát, hogy hosszú videó lesz belőle, mert ezt még én sem tudom. Mert direkt csinálok hosszú videót, mert azt tudom, hogy talán végignéz valaki, nem? Tehát nézzétek végig a videókat. Tehát én azt gondolom, hogy a hosszú videókat végig lehet nézni, nem? Nem az a baj, hogy jó, az a baj, hogy hosszú videó, akkor azért nem nézi. Ha nagyon rövid, mondjuk 2-3 perces, akkor az a baj. Ha 10 perces, akkor az a baj. Ha 30 perces, az a baj. Ha 40 perces, az a baj. Akkor meg takarod, hogy davaj. Jól mondtam? Akkor meg goodbye. Hát nézze olyan videóst, akit szeretsz, meg imádsz. Szeretlek benneteket, köszönöm szépen a figyelmet. Hagyjuk ezt a zerbencés dumát, hogy a videó alatt tudtok, találkozunk a következő videóban. Na, amikor akarsz, akkor jössz, amikor meg mész, akkor meg elmentél, nem? Azt vigyed, micsoda ugrás volt. Peace.